Szeretettel üdvözlünk mindenkit a 28. hét második hírösszefoglalójában, melyben valamilyen okból kifolyólag most főleg a versenyjátékok fognak dominálni, de lesz itt egy kis borzongás is, illetve néhány érdekes filmes információ is a rövid hírek után. Októberben érkezik a tavaly megjelent Serious Sam 3-hoz egy DLC, ami új fegyvereket és a kampány kisebb bővítményét tartalmazza. A Jewel of Night csomag mélyebbre viszi a történetet, így még többet megtudhatunk majd Samről, legalábbis a Crow Team szóvivője ezt ígérte a csomaggal kapcsolatban. Ugyanaz új Devil May Cry rengeteg negatív kritikát kapott, a Capcom srácai mégsem keseredtek el teljesen, ugyanis számoltak ezzel a lehetőséggel, mivel gyökerestől megváltoztatták az eredeti felállásokat a játékban. Elmondásuk szerint ezért a közeljövőben kompenzálásként a Capcom előveheti az eredeti széria szellemiségét is. A Rocksteady következő Batman címe előzmény is lehet a Variety információi alapján. A Silver Age képregényen alapuló játékban átélhetjük majd Batman és Joker első összecsapásait, továbbá részt vehetünk az Igazság Ligájának a megalakulásában is. Kár, hogy 2014 előtt nem lehet majd hozzá szerencsénk. Az Epic Unreal Engine-jének 4-es verziója rendkívül könnyedén skálázhatónak tűnik, így a PC mellett bizony más platformokon is jól fog teljesíteni. A fejlesztők több mint valószínű még mobil készülékekre is elhozzák a motort, de az új generációs konzolokon biztos, hogy pörögni fog. BIOS verzióról is beszéltek, de az Epic elnöke úgy véli, hogy a Nintendo új gépéhez inkább a 3-as számú motor lenne a legalkalmasabb. Elhagyja a DICE csapatát a Battlefieldek vezető dizájnere David Goldfebb. A napokban Twitteren jelentette be, hogy befejezte a videójátékok készítését és visszatér a könyvéhez, ami lassan 20 éve íródik. Sokan felhördültek a hír hallatán, hiszen féltik az EA háború szimulátorát. Novemberben eddig sosem látott köntösben tér vissza a legnépszerűbb verseny a képernyőkre. Az F1 Restarts a Codemasters falain belül készül, és egy hamisítatlan gyermekbarát árkádőrület lesz. A készítők fogták az eredeti széria pilótáit, mesefigurákká gyúrták őket, majd a járgányok gokartá való kicsinyítése után az ismert pályákat is felturbozták eddig ismeretlen emelkedőkkel, továbbá teleszórták őket power-upokkal, amik segítségével versenytársaink életét keseríthetjük majd meg. Az F1 Restarts ütős többjátékos móddal lesz felvértezve, amit osztott képernyő 4-en, online pedig akár 12-en is játszhatunk majd. PC exkluzív lesz a Fortnite, az Epic Games Tower Defense zombi őrülete, amiről kiderült, hogy az új generációs Unreal 4-es motor hajtja majd. A játékmenet három részre tagolódik majd a kooperatív munkában, a gyűjtögetésre, az építkezésre, majd az utolsóra a védekezésre. A napok első felét guberálással, a délutánokat a várunk építgetésével, az éjszakát pedig rettegéssel töltjük majd a folyamatosan támadó zombik miatt. Újabb free-to-play címet bikázz be az Electronic Arts, ezúttal az Ultimát. A BioWare dolgozik jelenleg az Ultima Forever-ön, pontosabban, ha minden igaz, akkor a Mythic csapata, elvégre ők pátyolgatják az Ultima Online-t is. A játék hivatalos weboldalát, ahol a beta tesztre lehet jelentkezni, már be is röffentették, tehát a rajongók már most érdeklődhetnek. Ugyanazt még nem tudni, hogy milyen formában, de a BioWare cross-platform címnek ígéri a játékot. Végre nyilatkozott a Microsoft a Forza Horizon előrendelői extráiról és a gyűjtői csomagjáról. A Standard Edition mellett egy Limited Collectors Edition is megjelenik október 23-án. Az utóbbit fémdobozba tehetjük majd magunkévá, egy jeggyel, ami 5 exkluzív járgány festésre ad lehetőséget, valamint kapnak hozzá rajongók egy Accelerator Token Packet és egy VIP tagságit is, ami új verdákat és eseményeket is tartalmaz majd. Az előrendelők pedig több különböző járgányt tehetnek majd zsebre. Nem élhetjük át újra Halloweenkor az Amnesia által nyújtott rettegést az új részben, ugyanis a fejlesztők extra időt kaptak a játék csiszolgatására. Az Amnesia A Machine for Pigs a 2013-as év folyamán fog megjelenni, bár pontos dátumot még nem tűztek ki a címmel kapcsolatban. A The Dark viszont folytatása még rémisztőbb, még adrenalindúsabb lesz, mint az elődje, és a fejlesztők felgyorsult anyagcsere folyamatokat ígérnek majd, legalábbis ami a gépek előtti hirtelen üdítésre vonatkozik. Magyarán besza behu. A Sonic & Sega All-Stars Racing Transformed legnagyobb újítása,
hogy már nem csak a szárazföldön versenykedünk barátainkkal, ugyanis verdáink gomnyomásra alakulhatnak át repülő, illetve vízen közlekedő vassá. A stílus természetesen megmarad, így november 16-án az Arcade műfaj egyik legnagyobb képviselője tér vissza PlayStation 3-ra, Xbox 360-ra, Vita-ra és 3DS-re. Sajnos az előddel ellentétben PC-s és Wii U-s sportolásról még nincs hír. A munkálatok elkezdése és egy projekt befejezése között eltelt idő egy tripla A kategóriájú játéknál úgy 2-3 évre tehető, ha a fejlesztők valóban minőséget szeretnének letenni az asztalra. Ez a hosszú időszak az oka annak, hogy a nagy projektekre nehezebb befektetőt találni, mint a mobil, illetve szociális hálózatokon terjedő játékokra, ugyanis hamarabb látja viszont a szponzora pénzét. Ebben látta meg a lehetőséget David Jaffe, akit a Twisted Metal vezető dizájnereként ismerhetünk. Állítása szerint a továbbiakban még csak rá sem fog nézni AAA kategóriás tervekre, már csak a mobilos és közösségi játékok érdeklik. Joey Enshow rendezésében jelentette be a Capcom a Street Fighter élőszereplő sorozatát, ami állítólag egy cseppet sem fog hasonlítani az eredeti vandamos mozi adaptációjára. A történet Ryu és Ken fiatal korába repíti el a nézőket, ahol is a két ifjú megpróbálja kideríteni, hogy az általuk használt harcművészet az Ansatsuken miért tűnt el a földszínéről. Érdekes koncepciónak tűnik, és kíváncsiak vagyunk, hogy a nem túl ismert rendező miként is hozzááll nekünk az adaptációt. Az elmúlt napokban feltűnt az Originen a Medal of Honor Warfighter előrendelői akciója, amit azóta eltakarítottak a rendszerről, ugyanis a reklámfelületen a Battlefield 4 beta hozzáférését ígérték a vásárlóknak. Ez azért érdekes, mert az EA még nem jelentette be a következő Battlefieldet, és az eddigi pletykák is a Bad Company 3-ról szóltak, így a 4-es szám most mindenkit összezavart. Azóta pedig már hivatalos bejelentés is megtörtént Battlefield 4 ügyben az Electronic Arts részéről. Az Activision a High Moon Studio-val heggezteti a Marvel képregényekből ismert Deadpool videójáték adaptációját. A névhez mindenképpen ismerni kell a Marvel univerzumot, hiszen aki csak a mozifilmekben jártas, az nemigen tudhatja, hogy kiről is van szó. Egyetlen egyszer mutatkozott a vászon a kicsit laposra sikerült X-Men Wolverine-ben, ahol egy bevart szájú karthős karakterét kapta. Ha ebből sikerült beazonosítani, az remek, viszont a személyisége jobban gazdagabb ennél. Lehetséges, hogy az Activision játékát Deadpool humora fogja elvinni a hátán. Köszönjük szépen figyelmeteket, 28. hétre kifolytunk a hírekből, azonban van folytatás. Sziasztok!